Budász Gyurinak, hogy megint velünk volt, együtt gondolkodik velülíteni, és nem fogna tudni senkit megállítani, aki igazán komolyan küzd a magyar szabadságért. Pártpolitikától függetlenül azon kívül szeretnélek megkérni benneteket arra, hogy szerintem a furcsán rendeződtünk egy picit ugye itt a színpadtól, tehát ha lehetek is terelődjön, jöjjetek ki közép, a színpad közepe felé, mert szerintem sokan nem látnak a hangosítástól, és van itt még bőven hely egyébként, nem kell félni ettől a két objektumtól, ami itt áll. A akasztófától csak annak kell félni, akinek félni valója van, így van? Szeretnék most bemutatni, illetve lehetőséget egy olyan hölgyet, egy olyan harcos nőt, aki a földért harcol, nagyon sokat harcolt már eddig is, és személyében, képviseletében a Gyuri által hiányolt gazdárák is itt most megjelennek, hiszen azért ne kérjük a számon, hogy mondjuk most már egy két héten belül három vagy négy alkalommal rendezett tüntetésen nincsenek itt a gazdák, akik teszik a dolgukat. Ők most egyre teszik a dolgukat, de halmozódik bennük a feszültség, egyre nulla feszültség, és ahogy egy gazda elmondta itt május 6-án, ott közel 30 emberrel szólalt föl, egy egész napos tüntetés volt, jellemző, hogy egyetlen egy sercintés váltotta ki csak a média ugye figyelmét egy közel 10 órás tüntetésből. Tehát elmondta az a gazda, hogy nem sokára elfogy minden maradék türelme és minden tartaléka is a gazdáknak, akkor viszont már nem lesz ilyen visszafogott senki, mint amilyen ez a hölgy volt itt a Kossuth téren akkor május 6-án. Tehát mielőtt felszólítanám őt, hogy szólaljon föl, a gazdatanácsok szövetségének képviseletében Tamási Béláné, Tamási Marika, idézni szeretnék egy klasszikust, aki nemrégiben itt a Kossuth téren mögöttem pár méterrel egy nagy színpadon állt, előtte bent az országházban állt, és jelentette ki többek között azt, hogy minden áron megvédjük a magyar földet. Orbán Viktor miniszterelnök úr a következőt nyilatkozta. Immáron harmadszor a megválasztott miniszterelnökről van szó. Következőt nyilatkozta 2010. március 31-én. Az anyaföld nem kerülhet külföldi tulajdonba, amíg én ennek az országnak a miniszterelnöke lehetek. Igazat mondott? Vajon hány szerződést kötöttek már május 1-e óta? Jó pár munkanap eltelt, és nagyon szígyétek, hogy elsőjén kezdték a munkát. Már réges-rég minden lényeges okiratot előkészítettek, és már ezeket a kérelmeket szépen benyújtották a kifüggesztési eljárás keretében. Hiába támasztották azokat a követelményeket, amelyekről a földtörvény szól, erről majd Marika beszél, bizony a föld szabad prédává vált a külföldiek számára. És van még egy idézet tőle. Mármint Orbán Viktortól. És elmondhatom önöknek, önök biztosak lehetnek abban, hogy amíg a Fidesz kormányon lesz, és abban az én munkám is ott lesz, addig Magyarországon külföldiek, akármit döntenek Brüsszelben, itt soha termőföldet nem fognak vásárolni. Igazat mondott miniszterelnök úr vajon? Hát akkor hallgassuk meg Tamási Béláné, Tamási Marikát, hogy mi a helyzet a földeken, milyen veszélyre esekedik a magyar föld, és mit lehet tenni ennek érdekében, hogy végre megmozduljon a magyar vidék, megmozduljon egész Magyarország, hogy visszaverjük a gyógyítók támadását a magyar föld ellen. Hogy értek szeretetettel Tamási Béláné, Tamási Marikát? Köszönöm szépen, én is mindenkit üdvözlök, devizásokat külön, mert amit nekik mértek ki, az nem közösséges. De a gazdákra is ezt mérik, csak... Így? Így jó, nem? De a gazdáknak is ezt mérik, csak talán más adagolásban. Szeretném végigvenni a csalitrit legyenek, dolgoznak, ahogy a Gaudi úr elmondta, dolgoznak. De az Orbán Viktor kijelentésére szeretnék visszatérni.
Ugyanis a földtörvényben az van, hogy belföldi, minden külföldi. Csillaggal, kik a belföldiek, mindenki. Aki nem belföldi, az titkos kódszámmal vehet föl, de az egész eljárás titkos, kap egy 14 jegyű kódszámot, amit nem hoznak nyilvánosságra. Na, az külföldi, de azt meg nem lehet megtudni, hogy kicsoda. Ennyit erről. Lehet, hogy Orbán Viktor már az, úgy él az EU-ban, hogy neki van mindenki belföldi, de mi öt miniszterelnöknek választottuk, illetve a parlament, tehát elvárjuk tőle, hogy igazat mondjon, és a belföldi, és a magyar szótár szerinti belföldi, az belföldi legyen. Szedjük sorba akkor, mi történt az elmúlt tüntetésen. Átment itt egy vajdasági ember, izultálták, nem megérdemelte, mert ő a vajdaságban a saját érdekeink kívül senkit nem képvisel, hiába mondta a köztársasági elnök úr, hogy a magyarságot nem, ő a vajdaságiakat lehet, hogy képviseli, de a délvidékieket nem. A délvidékiek kikérik maguknak az ilyen pásztorféléket, ne akasszák a nyakukba, és nem is sértette meg őket senki. Viszont a köztársasági elnök úr figyelmébe beajánlom azokat a magyar gazdákat, akit a kutya nem hallgat meg. Ő sem. Közölte a főigazgató asszony, hogy köztársasági elnök úr nem foglalkozik a földtörvényen, mert az a parlament dolga. De azért úgy félszemmel ránézhetne, mert a pásztor úr is a parlament dolga lett volna. Ő, hát lehet, hogy ő hívta meg személyesen, ezt nem tudom, de talán nem őt kellett volna meghívni. Részt vettem egy délvidéki atrocitásokról szóló esten itt az Arany 10 művelődési házban. Hát ott valahogy egész másképp nézett ki a délvidék, mint ahogy a köztársasági elnök úr ezt elképzeli. Tehát neki azt kérem tőle, hogy gondoljon a magyar gazdákra, és üljön le velük, és kérdezze meg tőlük, hogy mi a bajuk. Aztán azt kérem Kövér László házelnök úrtól, hogy nézzen rám már a parlamentre, mert nem figyel oda valószínűleg. Nem figyel oda, hogy mulasztásos törvénysértésben van ez a Fazekas Sándor nevű tartóminiszter, aki azt ígérte, hogy a földbizottságok fogják keményen felügyelni mindenhol, minden községben azt, hogy kiveheti meg a földet. Hát most a kamara felügyeli a megyei, a járási, a titokban, a törvénytelenül, az akárhogy összehordott kamara, a volt magoszosok ülnek benne, meg azok, akik feltétel nélkül kiszolgálják a kormányzatot. Azok akarják megmondani, a megyeiek, hogy a szomszéd faluba, vagy akár hányadik faluba kivehesse meg a földet, és mindezt titkos körülmények között, hát hogy képzelik? Hogy képzelik? Szóval szeretném kérni azokat a barátainkat, akik ott ülnek most a parlamentbe, hogy gondolkozzanak el ezen a keddi cirkuszon, nem kellene annyira elhatárolódni, hanem nem kellene felvenni a kalapácsot addig, amíg ezt a földbizottságos ügyet a parlamentre nem rendezi. Egyszerűen nem lenne szabad semmiféle munkába belefogni, mert ez itt van, május 1-től kötik már agyba főbe szerződéseket a mindenféle külföldiek, és a törvényt pedig nem tartják be. Illetve lehet, hogy betartják, de akkor az titokban és aljas módon változtatták meg. Februárban vagy januárban volt, nem tudom, az utolsó parlamenti munkanap, amikor állítólag úgy rendelkeztek, hogy így is rendben van. De én úgy tudom, hogy a propaganda azt hazudozta, hogy majd azok a földbizottságok fognak vigyázni az ügyletekre, amelyek a településeken alakulnak meg. Hát az nem az agrárkamara, ezt elmondom önöknek. Aztán szeretném a sajtó figyelmét felhívni egy mozzanatra. Másnap reggel az M1-en, amit a mi pénzükből tartanak fent, megnéztem azt a vitát, amit Gaudival folytatott három illusztris képviselő. Hát tanulmánynak mindenhol tanítani kéne. Egymás szavában vágva lefetyeltek, hogy érthető, nem is lehetett érteni, hogy mit mondtak. Tragédia volt. A gazdatanácsok képviseletében még soha senkit nem hívtak be, hogy mondjál, hogy van valami bajuk. Vagy miért jár a szájuk? Netán valami nem tetszik. Nem hívtak be bennünket. De hát az a másnap reggeli műsor, hát azt tanítani kéne komolyan. Csak nézzék meg, érdemes, akinek van internet kapcsolata, meg tudja nézni. Aztán szeretném felhívni Perszmégáli Ildikó, Európa Uniós képviselőt, aki a Fidesz delegációját fogja vezetni, és azt ígérte, hogy megvédik a magyar földet.
hogy lesz szíves elolvasni a földtörvényt, meg lesz szíves elolvasni a csatlakozási szerződésünket, meg a 12-t is, akikre nem vonatkozik az a kitétel, hogy a föld tőke. Nekik nem kell odaadni a földjüket senkinek, csak nekünk. Hát ha persze még állítikó meg akarja védeni a magyar földet az Európa Unióba, akkor tessék, örülünk neki, még rájuk is fogunk szavazni, ha megígérik, hogy elkezdik a csatlakozási szerződés felülvizsgálatának követelését. Ezzel tudják megvédeni a magyar földet. Az itthoni zöld és narancsvárokkal majd csak elbánnánk, hogyha ez nem fenyegetne bennünket, hogy akkor már nem biztos, hogy ők is nagyon kapaszkodnának a földért, mert a nagy részük spekulációból vette meg, hogy amikor majd olyan nagy üzlet lesz a föld, akkor simán átengedi. Mindegyiknek társasága van, ma nem magánszemélyként tartja fenn a földeket, a több tízezer hektár földet, és ezeket a társaságokat át fogják váltani az akkori üzletre, amikor majd úgy gondolják, hogy jó lesz. De még egy dolgot szeretnék önöknek elmondani. A föld nem a jövő aranya, a jelen aranya. Az olaj már így, ahogy kifelé megy, más energiahordozók is bejönnek helyette. Nagyjából látjuk, hogy van is belőle még elég, viszont föld egyre kevesebb van. Nagy harc megy a földért, és a földön termelt élelem stratégiai tényező. Kitört már a harmadik világháború véleményem szerint, de ha még csillapodik is, ki fog törni, és amikor azt akarják, hogy valaki így csatlakozzon, vagy ne úgy foglaljon állást, vagy ne úgy csatlakozzon egy ország, akkor egyszerűen elzárják az élelmiszer szállítást. Nálunk egy hónap élelmiszer van az országban, a többit mind úgy hozzák be. Ezért kell a gazdákat megakadályozni abban, hogy élelmet termeljenek. Ezért kell felszámolni a vidéket, mert nehogy azt higgyék, hogy ez a földügy csak arról szól, hogy a gazdák nem kapják meg. Felszámolják a vidéket. Nem lesznek életképes normális falvak. Kimentek 500 ezeren már külföldre, többiek bementek a városokba, munkanélkül ott engedik, azért mit fognak csinálni? És önök mit fognak enni? Amikor úgy döntenek, hogy majd nem hozzák be az élelmiszert, azt a silányat, azt a vacakot, amit most behoznak, amivel tele vannak az áruházláncok, és amit minden nap megvesznek. Nem fogják behozni, és a gazdák nem lesznek képesek termelni, mert elveszik a lehetőséget tőlük. Hát nem is tudom, hogy van-e valami konzekvenciája még ennek az egésznek. Az egész siralmas és szomorú, hogy a törvénykezés így elbánjon a saját embereivel. Nem elég, hogy Trianonban elvették az ország kétharmadát. Most még ezt a maradékot. Képzeljék el, hogy azt a három megyét Ausztriához fogják csatolni, ahol már a nagyjából 1 millió hektáron osztrákok és hollandok, és még nem tudom, kik gazdálkodnak. Képzeljék el, Trianont erőszakkal vették el. Igaz, hogy a Bartonyi úr azt nyilatkozta, hogy Istenem, az már elmúlt, de én még úgy gondolom, hogy az sem múlt el, és ezt pedig jó, önként tárcán kínáljuk át, vagy adjuk át nekik ezt a másik 1 millió, vagy akár 600 000 hektár földet, három nyugati megyénket, Vas megyét, Zala megyét és Győr megyét. A Burgerlandnak nevezett rész az Magyarországhoz tartozott, még mielőtt Trianonban elvették tőlünk. Most még akkor hozzácsatolják ezeket a megyéket is. És ezt itt a parlamentben szó nélkül tűrik és takargatják az egészet. Nem, hogy olyan rendelkezést hoznának, hogy tényleg nem lehet eladni a magyar földet, tényleg a magyar gazdáké maradjon, nem az oligarcháké. El ne felejtsék, több tízezer hektár van egyes oligarchák kezében. Csányi, Leistinger, Simicska, Nyerges. Hogy hívják a... Hí testvérek valahol itt Békés megyében, vagy melyik megyében. Tehát vannak ilyen emberek, és most a minisztérium összes, hát egy-két kivétellel összes államtitkára és ott forguló, de emberek mind az egész rokonságát ellátta állami földdel. Ezek az állami, a földtörvény szerint ezeket az állami földeket bármely pillanatban megveheti, aki 20 évre béleli. Meg fogják venni, nyugodjanak meg, és nem is fogják megüzenni önöknek, hogy megvették. És hogy hova lesz az ára, azt se fogjuk megtudni.
Tehát nagyon tragikus a helyzet, el nem képzelik az emberek, még egyes gazdák sem, megkérdeztek egy-két idősebb embert vidéken, hogy mit gondol Józsi bácsi, jó ez a földtörvény? Hát kedvesem, az van benne, hogy csak belföldi vehet. Én már nem tudok gazdálkodni, 80 éves vagyok, de ha csak belföldi vehet, hát akkor jó van. Szegény Józsi bácsi el nem képzeli, hogy a belföldi az egész Európa, 500 millió ember, meg még az egész világ is 14 egyik kószámmal ellátva. És még elsőbséget is élveznek. Ez a támogatás, ami ide bejön, ez úgy, ahogy van, megy ki, gépekben, vetőmagban, műtrágyában, növényvédőszerekben, mintha éppen csak fordul egyet a számla, az ország számláján, és már megy is kifelé. És azt termelnek a magyarok, amit lehet, amit megengednek nekik, nem szerves a fejlődés, nem kell a gazdákat szidni azért, hogy ságába öltözött az ország. Ilyen a lehetőség. És ezt ott döntik el. Igaz, hogy diktálnak nekik, de talán nem kéne mindent elfogadni. Úgyis szabadságharcot folytatunk, hát akkor ez is tartozom bele a szabadságharcba, mert ennél fontosabb szabadságharcot nem tudok elképzelni, mint a földért folytatott. Tehát kedves deviza adósok, azt kérem, hogy figyeljünk egymásra, egyik se tévesz a szem elől, persze, hogy a saját baja mindenkinek a legnagyobb, de nagyon nagy baj ez a földügy is, és a gazdák is tudják, hogy a devizadósoknak nagy baja van, mert az ő családtagjaik is benne vannak, hát higgyék el, helyek közben mindenki. Tehát valószínű, hogy más talán nem is akartam most mondani, ennyi jutott eszembe. Ne felejtsük el, várjuk a köztársasági elnök úrtól, hogy leüljön a gazdákkal, és megkérdezze tőlük, hogy mi a bajuk. A földművelési minisztertől pedig azt várjuk, hogy hajtsa végre, hogy a földbizottságok mondhassák meg a vidéken, hogy kiveheti meg a magyar földet. Persznél Gál Ildikótól és az Európa Uniós küldöttségtől pedig azt várjuk, hogy harcolják ki a csatlakozási szerződésnek a megváltoztatását. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.